Hát ha azt nézzük, hogy mi folyik most az életünkben, a világban, az rengeteg szörnyűség, amit meg kell tapasztalnunk nap, mint nap. És itt gondolok a vírusra, és most sajnos ez kibővült egy háborúval, ami itt a szomszédban zajlik. Ilyenkor ébreszti rá az embert arra, hogy van egy olyan lehetőségünk, ami most talán a legeslegfontosabb, nem csak számunkra, hanem azon civil szervezetek számára is, akik nagyon sokat dolgoznak azért, hogy az embereknek egy kis szint vigyen az életükbe, vagy esélyt adjanak. De beszélhetünk egyébként az egyházról is, egy olyan vallási közösségről, mivel hogy adunk 1+1%-át tudjuk felajánlani. Ez most nagyon fontos, és nagyon fontos átgondolni, hogy pontosan mi kiknek szeretnénk ezt felajánlani. Én minden évben ugyanannak az egyháznak, vallási közösségnek ajánlom fel az adóm 1%-át, és ugyanannak a civil szervezetnek. Mivel hogy én zenész vagyok, nekem fontos az, hogy az is hozzájusson ahhoz a gondoskodáshoz, ahhoz a lehetőséghez, ahhoz a hangszerhez, amit ő mondjuk nem tud megvenni, megvásárolni saját maga, mert szegény sorba él. Ezért nekünk kötelességünk és felelősségünk, hogy ezeket a tehetségeket, amint tudjuk, segítsük. És én mindig adom 1%-át egy olyan alapítványnak ajánlom föl, akiknek ismerem a munkáját, ismerem a múltját, de ami talán ettől sokkal fontosabb, ismerem a jövőjét. Úgyhogy arra szeretnék mindenkit buzdítani, hogyha van egy ilyen törvény adta lehetőségünk, azzal igenis tudatosan éljünk, és ajánljuk föl, hasznos dologra adunk 1%-át.